vannak dalok, vannak versek, vannak költők, vannak zenészek, akik jól érzik magukat egymással, szívesen vannak együtt. Valójában ez egy koncert, de egy olyan koncert, ami egy pillanatra se felejtette el, hogy az irodalom az szerves része, tehát hogy mindig olvasunk föl, mindig hangzanak el eredeti költői szövegek is, nem csak megzenésített szövegek. Folyamatosan pengeélen táncoló műfaj, vagy nem tudom minek, ami igazából nehéz meghatározni, tényleg csak úgy tudjuk hívni, hogy rájátszás, mert nem egy koncert, meg nem egy felolvasóest, de nem is az kettő együtt. Mint hogyha a vers egy picit visszatalált volna a régi klasszikus formájához, a dalhoz. Egyedében Kollár, Szűcs, Grecsot, meg a basszusgitár is, az itt van nálunk. Én kerültem bele a legkésőbb, jól számolok. Te vagy a kis Benyámin. Én vagyok a kisfiú a csapatban. Most már 2 éve? Vagy valahogy így? Akkor fedeztük fel a tehetségedet. Nem lehetett elmenni mellette, ugye? Itt vannak a költő mikrofon. Zenészek és költők dolgoznak ugye együtt. Zenészek és írók és... Ő az író és a költő. Én is egyébként írók közül azt hiszem talán egyik utolsóként kerültem, tehát mi vagyunk a Benyáminok bizonyos szempontból. Krisztián hozta a Kicsi Nagy Isten című versemből készült dalt, és akkor onnéttól kezdve tekinthetőek vagyunk pároknak. Így van. Egy promiszkuózus ez az egész. Borzasztó. Igen, mindenki mindenkivel, tehát ez egyszerűen szinte büntethető. Most már van egyfajta ilyen rutin. Az egészben a jó értelemben vett rutin, ami csak annyit jelent, hogy el tudjuk játszani a számokat nagyjából úgy, ahogy vannak. Szerintem amíg kedv van, addig ez fog menni, amint kedv nincsen, nem fog menni.
take on my